Sziasztok, Imi vagyok, ez itt a Legend of Zelda Tears of the Kingdom 51-es gameplayünk. Szia Hardy, szia Error. Hardy megint köszönti a YouTube plebszet. És az van, hogy iszonyatosan beállt a torkom. Szia Tomi. Nagyon beállt a torkom. Nem köhögök, nem tüsszögök, nem vagyok lázas. Hasfájás elmúlt. Szerintem légkondiban megfáztam. Voltam a podcast konferencián, ami szuper volt, csak kint 26-28 fok, bent a hotelben, a konferencia helyszíneken meg 16, amit én soha nem értettem, és elkezdett egyre jobban fájni a torkom, ez szerdán volt, most van vasárnap, nagyon-nagyon beállt, úgyhogy van ilyen, tudjátok, ilyen gyógynövényes ital, por, amit a forró vízbe beleöntesz, most ezt el kell fogyasszam. Jól leforrázni a torkomat, amit nem szabad, nem forrázom le, nyugi, ez csak nagyon meleg. De hogy valamit muszáj tenni, mert ez tarthatatlan. Nem emlékszem, hogy fejeztük be. Elvileg az előző végén azért jöttem ide, mert hogyha ide jövünk, akkor itt megkapjuk majd a srájn szenzort. De azt mondja a Robi, hogy hát menjünk el a Lookout Towerbe, hogyha be akarunk ide menni, de ebben az a vicces, hogy onnan jövök. És nem mondott semmit. Nem lehet valahogy valami barlangból ascendálni fölfelé? Na, ennek nem volt értelme, viszont ott egy nyuszi, az azt jelenti, hogy itt van egy barlang valahol. Ja, persze. Ezt a barlangot egyszer már ki is pucoltuk, ez jó. Szerintem nem ide jöttem föl legutóbb, Hardy, hanem a... itt, nem? Akkala insenteklekben jöttünk föl. Itt is ígaklám van, ott is ígaklám van. Az a baj, hogy itt horriblinek vannak, akikkel nincs kedve most küzdeni. Hol van ennek a kijárata? Az a baj, hogy nem, ez nem lesz jó ez a barlang. Mármint, hogy ez egy tök jó barlang. Nagyon sok nyersanyag van benne, viszont nekem, ha ascendálni szeretnék, erre kéne jöjjek. És most mi arra felé látunk, arra felé nézünk. Ez nem. Most nem pálya. Vissza. Vissza. Következő ötletem. Nézzük meg a... bocs, hogy néha ilyen kinkeserves arcot vágok. Egyszerűen nagyon fáj a torkom. Nézzük meg a teklemnek a tetejét. Orrillák nagyon viccesek, mikor leesnek a plafonról. Igen, akkor ilyen megy a csillag a fejük fölött, nem? Elég kartúni. Ja, ez csak Cold Weather Attack-et ad. Ez Cold Weather Resist-et nem? Jó. Itt ugye jelöltem a... nyersanyag lelőhelyet a térképen, jobb lent. Kaphatnánk egy kis felhajtóerőt a sárkánytól. Amúgy szerintem le se fényképez. Hol van? Jaj, de szép vagy, Sanyi. Felhajtó erő. Ne dobálj ilyennel. Le kell menjünk a föld alá, nincsen bomba lövedékem. Ú, basszus, a hóban lassabban tudok futni. Azt akartam volna lefényképezni. Ennyire jó játékzenéje, hello! Fehér farkas, álljál meg! Hadd fényképezzelek le! Ja. Ez is megvolt már, még sincs este. Ne fúj, nem meleg! Szevasztok, parasztok! Ennyik vagytok! Hova menjünk? Ott egy csazme. Itt valahol kell legyen izé. Itt srájn. Itt. Csórók mennyire nem tudják, hogy mi a helyzet amúgy. Az a vagy, pont rossz idő van ahhoz, hogy lássak. Bár. Ha szerencsénk van, akkor ebben a nagy fehérségben, hogyha itt van shrine, akkor a zöld felső karikák azok látszódni fognak. Hát ha. Szia Oricsigó, szia Tina, sziasztok, sziasztok. Shrine, anyone, anywhere. Na, tök jó. Hóból eső. A kedvenc időjárásaim sorban a játékban. What a time to be alive. De az, arra már jártam szerintem. És azt hittem, hogy ott shrine fogunk találni, és nem találtunk mégse, de amúgy lehetne. Az ugye eléggé Nintendós lenne, hogy el van takarva egy ilyen fensíkkal. Staminám offos. Innen már leugrunk. Perfect landing. Ott egy gomba. Az defense up-os gomba, ugye? Az Iron Shroom. Ups, nem emlékszem. Ja. Szóval itt igazán lehetne egy shrine, de nincs. Ó, igen, Tina, jó, finomat ebédeltem, anyukámmal ebédeltünk, tök jó volt. Milánói sertésborda. Szerintem a Frankenstein kaják top listáján vezető pozíciót foglal el. Én szeretem, de tehát, azért annak a kajának tényleg nincs nagyon értelme. Nope. úgynevezett korokmag. Csórónak akkora hátizsákja nem bír megmozdulni. Majd csinálhatunk egy teljes részt. Egy teljes részt csinál. Ez egy lizápos, és idejött, mert persze, hogy követett a vízben. Ne, ez bánsotol. Bár ez nem black. Vissza is szalad, jó. Szóval csinálhatunk egy teljes részt majd abból, vagy több teljes részt, hogy ezeket a korokokat eljuttatjuk a haverjaikhoz. Az azért lehet vicces, mert ugye néhányat... Na, elkezdtem köhögni. Most, hogy mondtam, hogy amúgy nem köhögök, hogy néhányat ugye járművek segítségével, vagy valami ilyesmivel kell tudni eljuttatni. És akkor majd mehet az építkezés. Haha! Hát... Megérzésem szerint itt van egy srájn. A gyakorlatban ezt nem igazolja sem. Húááá, de megijedtem! Édes Istenem, de megijedtem! Segítség, lehúgy az a fa! Túlsatoltam. Túlsatoltam a fát. Silent Princess, le van fénykép. Ez Nightshade ráadásul, nem is Silent Princess. Vannak szoborok. Itt egy barlang. Yes. Olyan aranyosak, ezeket nem akarom bántani. Discovery. Olyan elszaladt. A szobrok mutatják, hogy hol van a kincs. Arra néznek, arra kell menni. Mi ez a hang? Van kőtörőm? Nincs. 10-es skálán. Nem nagyon számít kőtörőnek. Akkor ez. Hopsz, de visszaveszem kézbe. Mi volt nálam? Melyik fegyó? Ez. Az extra durabilis bokóbléd. Mennyi ferikét fedeztünk föl? Még csak 2-t. Igazából tényleg mehetünk egy ferikét is. Megkérdezzük a harmadikat, hogy na, neki éppen mire van szüksége. Ott a kincs. Kincsek. Jaj, megjöttem. Csúcsú. Dead. Erre néznek amúgy. Az mekkora lendítés amúgy. Horriblin hangokat hallok. Itt semmit nem bízunk a véletlenre. Stealth. Stealth. Mezitláb. Ilyen szépen alszanak, kár lenne, ha történne valami, ugye? Ugye nem ébrednek föl, hogyha én ezt oda pozícionálom. Halkabban nem tudok menni. Vagy lassabban. De amúgy ezeket sneaky strike-olhatom amúgy. És akkor a nagyra marad a... nagyra marad a két hordó. Mert ez one shot, one kill. Sneaky strike. És így viszont minden cuccot fel tudunk venni, ami kiesik belőlük. Na. Wow, de jó. Ez is sokkal jobb. Na. Ez egy egész elit alakulat. Mindjárt lenullázzuk őket. Hajnal 2 van. Mindjárt kellenek. Jó. Erre fölébredtél! Na várjatok. Tök jó ez a zene. Barbárnaci, ez marad? Á, vagy legyen a defense-em. Ne halljunk meg fölöslegesen. Cap of time. Nem volt fejes. Az fejes volt. Nice. Az vagy ez el is tört. Ezzel még valamit szét tudunk zúzni. Aha, ezeket. Talán. Szóval az ultrahandre fölébrednek azonnal, ez tanulság a jövőre nézve. Megcsináljuk kőtörőnek. Itt lesz elásva. A kincs, nem? Vagy ott van? Ez mögött? Az is lehet. Oké. Nézzük csak meg ilyenkor. Érdemes ezzel végignézni a földet. Mert ez megfesti a cuccokat. És kiderül, hogy valamit ott hagysz-e vagy nem. Szóval, na, még mielőtt leesünk ide véletlenül. Azért nézzük meg ezt. Hogy ott a kincs. Úgy gyerekek, ez ruha lesz. Aha, le kell esni, oda kell menni. És azt szent. Szeretném, hogy így ütünk, és azzal a lendülettel esünk le. Azt a Link nem csinálja. Mert maga elé üt. De jó. Ez volt így az epic lejövetel. Csak nekünk arra kéne menni. Van egy olyan érzésem, hogy lesz itt még turpisság valami. Olyan hosszú ez a kard, hogy akar hátrálni a csúcsú, de nem tud. Még pont elérem mindig. Fönt 3 cuszli nézte a rácsot, úgyhogy én most bizalma szavazok a 3 cuszlinak. IQ. Megéri nézni a végigjátszást ilyen okosságokért, és megéri feliratkozni. A barbár sapka! Yes! Annyi, hogy nem pipálta ki ugye ezt nem lehet kitörni. Nem. Nem pipálta ki a barlangot, ami azt jelenti, hogy a Bubulfrog nincs meg. Nem sokáig. Srácok, miért vagyok ennyire jó? Miért vagyok ennyire jó? Annyira szeretem ezt a játékot, hogy a játék is szeret engem. Látjátok, az élet az ilyen egyszerű. Nem gyűlölködni kell, meg osztani az észt az interneten, hanem jól érezni magunkat. És az élet megajándékoz ilyen pillanatokkal. Most kérdés. Ja, hogy itt voltunk fent, aha. Szuper. Akkor is kell legyen valahol srájn. Ha máshol nem itt. Bár ez elég közel van ehhez. Amiről tudunk. Nem baj, beúrunk oda. Mennyi van meg shrine-ból? 72. És 43 light root. Ott van. 48 korokmag. És nincs nálam fény. Basszus, előbb meg kellett volna egyem ezt a cuccot. Mert most már kezd... Már csak ilyen középmeleg. Frozen Bird Drumstick. De jó. Nice! Na, ugorjunk csak be a kék felé. A kék felé, a piros felé. Imi, színek? Miért ilyen jók a zenék? Erről van egy nagyon szuper YouTube videó. Tényleg. Azt belőhetnénk. Az volt boss fight szerintem, nem? Úgyis a piros felé akartam menni. Van egy tök jó ilyen 8 és fél perces videó, ami csak így nem részletesen, de így nagyjából pár kritériumot végigvesz, hogy miért fantasztikus a Breath of the Wildnak és a Tears of the Kingdomnak a sound designja és a zenéje, illetve ez kiterjeszti arra, hogy általánosságban, nem az Invisible Sounds, az is egy tök jó videó, Hardy, de hogy általánosságban beszél arról, hogy miért iszonyatosan fantasztikus minden Nintendo játéknak a zenéje, és ez nem a fanbolykodós, hogy jaj, mert ez meg ez jut eszembe róla, hanem brutálisan aprólékos munkát végeznek a Nintendónál a hangmérnökök, sokkal többet, mint bárhol máshol. És emiatt annyira komplexül egyben van az egész, úgyhogy amúgy tehát nem veszed észre a különböző komponenseket, hogy így igazából miből áll, ha az boss fight. Miben áll a zsenialitása az egésznek, hanem hogy így pont úgy zseniális, ahogy valaminek zseniálisnak kell lenni, hogy nem tudod, hogy miért ilyen jó, csak érzed és hallod, hogy nagyon jó. És ez az, amit nem könnyű elérni. Nem érek ide. Mondjuk, ha fölvettem volna a glide-olós ruhát, akkor amúgy már itt lennénk. Istenem, ne, csak plusz staminás kajám van. Az mekkora pazarlás, basszus. Akarok csinálni egy fegyót. Először is. Ez kell nekem. Cold weatherben vagyunk, nem? 8-as nadrág, 8-as sapi, 20-as defense. Pajzsban ez jó. Fegyóban. Biggoron Sword. Igazából ezeket lassan szét lehet törni. Ezen a bosszon. Aj, Rubit így elpazarolni. Ez azért be van ragadva ide az inventorimban. Nem akarok megválni tőle. Hát a Biggoront tudjuk upgrade-elni. Fú, ez mennyi eleve. Eleve 36-os. Arra még ráfjúzolni. Mondjuk egy 40-est, ezt a gibdóból? Nem. Mondjuk egy Black Bokoblin Hornt. Black Hinox Horn. Miért van nekem Black Hinox Hornom? Nem is győztem még le Hinoxot. Ja de, hülye vagyok, Hinoxot, igen, hirtelen a Lionelekre gondoltam, de Hinoxot egyet legyőztünk, amilyen OP volt. Ugye a Black Bokoblin Horn is elég jó. Diamond 25, hát gyémántot erre nem használnék, mert a Diamond ugye az pénzbe jó nagyon. Mondjuk nem néztem meg, hogy a többi milyen. Horriblin hornok nem jók. Boss Bokoblin Horn, semmi extra. Black Bokoblin 17, az amúgy elég jó. Jó, nem fúzolunk most semmit. Ez egy kezes. Yes! Ez jó! Szia Connor, szia Ghost. Hello mindenki, hello. Visszakaptam az Eldán, pörög a game, nice. Ez Flux Construct 2. Amikor voltunk a labirintusban, az egy Flux Construct 3 volt, az a nagyon para, ami vánshotolt. Ez csak egy 2-es. Kérte, kapta, hallottátok, nem? Miért nem esett szét? Ups. Uah! Ezt kérem vissza. Hol a fejed? Összerakódik? Itt van? Nem. Lol, oda van ragasztva egy chest. Oh! Na jó. Alkalmazzuk a stratégiát. Megfestem. Így legalább látjuk, hogy hol van. Nem! Oh! Ú, de para volt ez. Mindig ott van a feje mögött. Rakódjál össze. Ha elég messze vagyok, akkor jön. Aha. Súgy! Hát ez hihetetlen. Jó, mindjárt alkalmazzuk Tina stratégiáját. Csak nincs sok bomb cuccom. Jaj, úgy maradt az inventory, basszus. Az kibillent. Csak eddig? Csak ennyit billent ki? lesz. Örülök, hogy ezt nem regisztrálta. Ezt a találatot. Ezzel eltalálnám. Nem, egyszerűen... De szemét helyen van. Szét kéne esnie. Nem akarom életlenre bízni. Kajcsi. Ez pont 5-öt ad vissza, és ott hiányzik. Ó, de ez 3-as attack up, arra azért nincs szükségem. Optimalizálni kell a nyersanyag felhasználást, úgyhogy eszünk ilyen sima fogásokat, mint a szegények. Essél már szét! Mi van, a Flux Construct 2 nem esik szét? Baszki! Nem bírok el belőni. Hú, hogy rohagy meg! Hogy rohagy meg! Ott egy nyíl... Hol van nyílesző? Erre fel tudok mászni fel. Aha. Ez nem tudom mi. Ups. Ó, ne! Ez amúgy még jól is nézett ki ez a küzdelem szerintem. Mármint, hogy oké, szenvedtem, de... Beugrott, hogy mi van, és mivel Zelda fizika, ez biztos így van, mi van, hogyha ugyanúgy föl lehet rá mászni, mint egy taluszra, és fölmásztunk rá, és láttátok, kicsit meg simiztük a bubókáját. Srácok, sajnos nincs más választásom, mint hogy a Biggoron Swordra rátesszük ezt, és egy 56-os fegyverünk van. Yes. Ez quest item, nem? Sage's Will. A small stone believed to have belonged to a sage. Holding it in your hand, you can feel the remnants of a strong bond. Oké. Hát akkor menjünk tovább, mintha mi se történt volna. De jó, ez nagyon menő, ez nagyon tetszett ez a küzdelem. Ez amúgy fém, nem? Ja, ezt le is lehetett volna rántani a válláról. Még mielőtt beugrunk az ismeretlenbe. Hát nézzük már meg. Van-e itt valahol srájn? Elmondanám nektek, ez nem tudom melyik csazm. Ez melyik csazm? Ja jó, oké, az ez. Azért kell megnézni, mert csazmok közelében is van általában valamiféle teleport lehetőség. De, ha itt van egy Skyview Tower, akkor az jön a csazmöhoz. Akarok mutatni példát, tessék. Itt egy csazm, itt van hozzá a shrine. Itt egy csazm, itt van hozzá a Skyview Tower. Hol van még? Itt egy csazm, itt van hozzá ez is, meg ez is, meg ez is. Tehát, hogy a csazmok körül érdemes körülnézni, ugyanúgy, mint a települések körül. Mert itt ugye nem településre teleportálsz, hanem település mellé. És ez a Goron Cityhez vezető shrine, akkor itt van az órák városához vezető shrine. És itt van egy olyan nagy üresség idézőjelben. Itt kéne körülnézni. Hát ha látunk ott valamit, csak Kukuriku Village az túl közel van ehhez. De nem tartom kizártnak amúgy, hogy itt legyen lent valami. Itt például... Azt hittem, az egy camp. Hol jelöltem a pirost? Hol van? Közelebb van? Aha, itt van. Ugye azt találomra raktam le. Ne felhősödjél. Például az is lehet, hogy ott lent van valami. Ez simán elképzelhető, hogy ott... De ott van egy kép, és azt már felfedeztem, akkor látnom kellett volna. Magamnak jobbra tettem le ezt a kéket. Hova? Oda. Ott például elképzelhető, hogy van valami. Basszus, én ebben reménykedtem, hogy itt lehet, hogy látunk. Mindegy. Amúgy ez mi? Pont nem tudok ide lenézni. Még mindig nem. Nézzük meg. Mennyi HP-n van? Nem sok. Vissza kell együnk. Kell főznöm. Ez overkill. Ez pazarlás, pazarlás. Jó, veszünk almát. Megjöttem! Sima Zora Sword, Zora Long Sword. Oké. Okay. Hello! Itt simán lesz egy shrine lent. De jó! Hogy állunk időben? Ez bele kell férjen, csak még itt az alkatrészeket összekezdhetjük. És olyan jól megtanultuk a játékban eddig, hogy ide dobunk egy kis vizet. Nincs itt semmi. már basszus. Csóri Captain Reaper. Pedig ezt de szeretem, ezt a fegyót. Szerettem a zenédet. Mennyire jók voltak ezek amúgy a Breath of the Wild-ban. Lehetett velük repülni. Most meg repülsz bármivel. Oké, akkor ezt helyett felveszünk egy... Zora Sword, Zora Long Sword. Ugye ez kétkezes. Az a bajuk az Zora cuccoknak, hogy nem elég jó a durability-jük. Vagyis én ezt vettem észre a Breath of the Wild-ban. Ez 9. Az ennél kevesebb. Mennyit tud a longsword? 8. Mindegy. Jó lesz. Valamire. Itt kell legyen egy srájn. Egy föld alatti srájn. Vagy nem? De akkor egy egy kibányászható láda a földből, vagy én nem tudom. Ja, van, ez alatt van valami? Nincs. Ez nagyon fura. Ez nagyon fura. Ez miért jó? Miért jó, hogy itt vagyunk? Hát, hogy igazából nincs semmi. Tudtam. Tudtam. Fú, bakker. Azért dobom ezt, és hozom ezt, mert ez hosszú, és hosszú fegyóból nincs sok. Most nekem. Hát ez nem érte meg a befektetett energiát. Maradjunk annyiban. De hogy nem, mindig megéri, srácok, mindig megéri. Mit néztem ki? Ezt. Oda még beugrunk. Kihűlt teljesen, jaj, ez így nem jó. Ne fázzál, Link, szedd össze magad, legyél férfi. Mi világít? Még hideg van, itt még mindig hideg van. Viszont sapi lehet ez. Egyel jobb legyen a mobilitink. Ennek a csazmnak van már neve? Van. Ez azt jelenti, hogy felfedeztük már. Van-e, hogy itt? Van olyan csaszma, amiben még nem mentünk le soha. Gyere! Van valami perem. Hogy mi az? Nem perem, hanem egy ilyen fensík-szerűség. Az alatt is lehet esetleg srájn. Itt van valami. Alkatrészek, építeni. Korokmag. Az lesz ott. Vagy nem. Ott egy spring. Mondtam, hogy korokmag. Jó, hát nem is shrine, de korokmag itt van. Amúgy, múltkor ugye rakétával szedtük ki a dugót, de most mi van? Most mi van, hogyha... Hát rakunk rá súlyt. És eldobjuk. Le kell tépje szerintem. Úgy. És azt mondjuk, hogy... Geronimo! Bye bye! Az a jó ebben a játékban, pont ezt beszéltük Vincekkel, hogy sose azt csinálod, amit eltervezel. El lehet tervezni dolgokat az Zeldába, csak nem érdemes. Mész, és így, oh, ide, jaj, nem, oda, jaj, amoda, ú, itt egy bejárat. Ott is van valami bejárat. Ott még lépcső is van. Shrine szagot érzek. Vagy nem. Semmi. De ez még nem is törhető fel, ugye? Nem. Ú, de jó a zenéje. Jaj, de jó a játék zenéje. Lanajru Promenade. És itt a shrine. Ó, Ogim. Ez valami environmental puzzle shrine. Ez valami területi megoldást igényel. Aha. Meg kell keresni a követ. Mindjárt látjuk a zöld lézát, hogy honnan sugároz ide. A vízesés mögül kell idehozni. You got to be kidding me. De hát nincsenek alkatrészek, hogy itt... Hogy itt összerakjunk cuccokat. Úgy, de jó, itt lehet gyalogolni, ez jó. Ez tetszik, ez tetszető. Ott viszont úszik a vízben egy lizálfos. És itt volt egy másik kint a szabadban. Vagy egy béka úszik a vízben. Ja, ez csak béka, az jó. Az nem para. El is futott, ó basszus. Meg kéne menni. De lehető legkevesebb efforttal. Hát ez hogy lesz? Mert ha én itt nekiállok úszni. Itt sok nincs swim speed up kajánk. Hát nincs. Mivel nem tudom, mi van a vízesés mögött, itt kimászunk, és onnan beejtőernyőzünk. Mennyire jó! Gondoljatok bele, most ennek a shrine-nak a kapcsán jutott eszembe az, hogy úgy kényszerít téged a játék, hogy nézzél körül, hogy ezt amúgy így nem érzed szerintem tehernek, mert ez is egy olyan shrine, hogy keresem én reflexből ezeket a... Ó, hol világít a shrine teteje a zöld karikákkal, de ez egy olyan shrine, amit neked kell összerakni. Tehát ez nem világít, ehhez ide kell jönni, ezt így észre kell venni, fel kell fedezni. Szuper! És ezzel jövünk is be, remélhetőleg a... Ahova? Ja, hogy ez itt jön. Aha. Ott egy kék fal van. Szerintetek kék fal mögött mi lehet? I'm a little bit scared. Kék fal mögött mi lehet? Lionel. Ó, az egy korokmak púzli. Jó, először nézzük meg a zöld követ. Noise. Na, itt lehet majd építkezni, ez jó. És nézzünk körül. Propeller rakéta. Hát két propeller, két rakéta. Jó, egy izé. Egy kormány, az jó. Valaki áramos. Ott van. Az lizálfos, nem? Ha megfogom, kijönnek. Viszik az asszonyt! Ki tudja, mibe van. És ufó zene. Viszik az asszonyt! Ezt jelöltük. Itt van-e bármi, amivel tudunk építeni? Nincs. Meg fog rázni. Mi az? Nem jön ki. Ez, ne, ez fönt, nem fönt van, ez a vízesés mögött van, nem? Ó, a nagy lény. Az azért jó. Ami nem jó. Ezt nem bízzuk a véletlenre. Egy nagy fegyót kérek. Elég pleb, nem kell. Viszont a fegyő, amit kiejtettem, az hol van? Ezt visszakaptam? Vagy mit? Megrázott az áram egyszer. Nem ejtettem ki semmit, mondjuk az jó. lesz még egy ilyen szerintem. Nem, Bubulfrog. Mekkora fejes volt ez? Csak úgy füstölt. Bubul Gem. Ez itt nagyon is kell nekünk. Le kell menjünk az undergroundba. A következő részben kell bombavirágot gyűjteni. Jó. Na ide benéztünk. Megvan a Bubulfrog. Itt volt egy másik vízesés is. Hát ide is be lehet jönni. Imádom azokat a játékokat, ahol be lehet menni a vízesés mögé. Ja, hogy itt van egy láda. Az a helyzet, srácok, hogy kicsit így ópék vagyunk, nem? Tehát, hogy így értem, hogy 26-os zóna itt shield, de kit érdekel? Na figyelem, szia Oracle, hello! Az Oracle 50-es shield eléggé OP. Hát figyelj, Connor, mi ugye így játszunk. This is our play style. Mit akarok? Ezt akarom. Kiveszünk egy ilyet. Fogunk egy ilyet. Én állok ide. A közepére. Ez lesz itt. Na. Egyik sarok. Másik sarok. Nagyon jó. Kicsit még kiegér, nem? Most ne nézzetek ide. Erőforrás, pazar. Nem pazaroljuk az erőforrást. Megcsinálom így. Na, Link. De akkor már az OCD-met is. Nyugtassuk meg. Megnyugtattam. Nice. Igazából azt nem tudom. Ezzel itt így, hogyha beindítom, le tudunk jönni? Le! Control! Ups. Jaj, ne! Itt már úszunk. Jó, nehéz szerintem a kő. Zelda fizika. Főnök, a jármű tökéletesen működik, igaz, tenger alatt járó lett belőle. Azaz, Connor. Igen, nehéz. Hát ez mégse volt annyira jó ötlet. Azaz, Ferike! Mind akadtam fönn. Meg lesz a mountain bike. Igazából ezzel az erővel így el is gyalogolhattunk volna. Mellé. Jaj, ne! Ez lizálfos hangot hallottam magam mögött. Azoktól PTSD-n van. Defense-be hogy állunk? 9-es. Mi a legerősebb? Melvértem. 8-8 meg 4, az a baj. Jó, egy 20-as. Jó. Ott volt, mondtam. Nem szégyelled magad? Miért nincs nálam? Link, miért nincs nálunk? Egy így. Gyere, nem mersz, gyere, nem mersz. Csak repülj be, hogy ide essen a köcölék belőled. Hát csak nem ide esett. Hú, kell a szeme, az valamelyik ruhához kell, úgy emlékszem. Talán a diving ruhához. Hát, de sajnálom ezt a szerkezetet. Elpazaroltunk egy szánkót, na mindegy. Pont így az epizód végére sikerült. Nice. Lanajru Promenádnak megvan a srájnja. Mini ferikéket kell gyűjteni. De jó, de szép ez a játék. De szép ez a játék. Jók ezek az environmental, tehát az ilyen a pályához tartozó puzzle-ök, tehát így úgymond a világhoz tartozó puzzle-ök, hogy eleve az a puzzle, hogy valahogy igazodj el a világban, és vigyél el dolgokat, A-ból B-be, B-ből C-be, mit tudom én, mert teljesen más gondolkodást igényel, mint mikor csak lemész, és akkor ne, itt most old meg ezt zárt térben. Nem, nem. Itt a nyílt világ. Ahogy sikerül, sikerül. De rég szereztünk ilyet, nem? Ez az. Fény be, getva ki. Melyik az a... Melyik az a föld alatti rész, ahol nagyon sok bomba virágot tudtunk gyűjteni? Az talán a akkala, nem? Jobb fönt. Azt hiszem jelöltem is. Ezt itt a kutat jelöltem. Ez. Ez az. Ide jövünk. Ennyi volt az 51-es gameplay. És a következő játszásban fogalmam sincs mi lesz, de az biztos, hogy most azzal kezdünk, hogy megpróbálunk feltankolni. Bombavirágból. Úgyhogy a YouTube nézőknek köszönöm a figyelmet. Ez volt, még egyszer mondom, az 51-es gameplayünk. Legend of Zelda Tears of the Kingdom. És a Twitch-esekkel innen folytatjuk. Nézzétek ti is a következő YouTube-on. Sziasztok!